Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Liszkai Lórán vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Versenyképes járások program, Latorcai Csaba előadása. Visszaváltható flakonok, jár-e büntetés a kukázásért? Vadó bajnoki serleg és VB bronzérem, remekeltek a bátaszéki karatésok. Szexárd Bözön baráti társaság, több évtizedes barátság a két település között. Magyarország kormányának döntése értelmében 2025. januárjától új területfejlesztési program indul, versenyképes járások területfejlesztési program néven, a központi és a vidéki térségek fejlettségi különbségeinek mérséklése, a vidék népesség megtartó erejének növelése érdekében. A programmal kapcsolatban Latorcai Csaba, közigazgatási és területfejlesztési miniszterhelyettes adott előadást Szekszárdon a Vármegyeházán. Potápi Árpád János államtitkár Tolna vármegye 2-es számú választókerületének országgyűlési képviselője emlékére néma tiszteletadással és gyertyagyújtással kezdődött Latorcai Csaba, közigazgatási és területfejlesztési miniszterhelyettes Szekszárdi előadása. A téma a versenyképes járások területfejlesztési program volt, melyet a kormány 2025. januárjában indít el. A kormány szándékai szerint 2024-ről 25-re iparüzési adó többletet visszakívánja adni a járási szintű fejlesztések finanszírozására. A célunk az, hogy ezek az iparüzési adó többletek olyan fejlesztésben öltsenek testet, ami nem csupán egy településnek, hanem a járás minél több lehetőség szerint minden település számára hozzanak hasznot. A járások által pályázható forrás összege a kalkulációk szerint 65 milliárd forint lesz. A kormány minden járásnak legalább 250 millió forintnyi támogatást garantál. Ez azért van, mert nagyon sok esetben, így például itt Tolna vármegyében is, hogyha megnézzük az egyes járásokat, bizony a helyi iparüzési adó növekmény nem érné el járási szinten a 250 millió forintot. Ezt a kormány minden járás esetében legalább 250 millió forintra kiegészíti. Legalább 250 millió forintos keretre pályázhat minden járás, a vármegyeszékhelyi központú járások esetében ez az összeg 500 millió forintot jelent. Tolna vármegyében mindösszesen 900 millió forintnyi iparüzési adó növekménnyel kalkulálunk 2025-ben, ehelyett a kormány mintegy 2 milliárd forintot, konkrétan 1 milliárd 952 millió forintot biztosít járási célú fejlesztésekre. A projekt kidolgozására és a pályáztatás menetének lebonyolítására úgynevezett járási fejlesztési fórumok jönnek létre. Ezek vezetői a járás székhelyi polgármesterek lesznek, tagjai pedig az önkormányzati hivatallal rendelkező települések polgármesterei. Az előadás követően a megjelent polgármesterek kérdezhettek a miniszterhelyettestől. Többek szerint a programot jobban át kéne gondolni, a települések közötti összefogás nem fog gördülékenyen működni, a fejlesztésekre vonatkozó döntéshozatal nehézkes lesz. Az elmúlt hetekben nagy port kavart országszerte a hír, miszerint ha valaki a kukából kiveszi a visszaváltható palackokat, flakonokat, akkor azt a rendőrség bünteti. Ezt a kérdést szeretné tisztázni és hiteles tájékoztatást adni a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. Visszaváltható palackok és flakonok. Nagy port kavart az a hír, miszerint bírságolnak, ha kivesszük a kukából őket. A rendőrségnek nem célja az, hogy azokat az embereket, akik a társadalmi együttélés keretében ezeket az üvegeket, illetve műanyag flakonokat összeszedik és visszaváltják, illetve ebből esetleg pénzt kapnak, azokat az embereket a kollégáim nem fogják bántani, nem lesz rendőri intézkedés velük szemben. Azonban, ha valaki közben a kuka tartalmát kiborítja, illetve megrongálja a kuka fedelét, vagy bármilyen hasonló cselekedetet követel, az már szabálysértésnek minősül, ami büntetendő. Ennek a dolognak az előzménye az volt, hogy pár évvel ezelőtt, különösen a fővárosban lomtalanítások alkalmával, maffiaszerűen próbálták megszerezni a kidobni kívánt tárgyakat.
Ezt értették félre nagyon sokan, hogy az 50 forintos üvegek, dobozok, illetve műanyag flakonok is szabálysértés tárgyát képezik. Ez alapvetően így van, de a rendőrségnek egyáltalán nem szándék az, hogy emiatt bárkit is megbírságoljon, vagy bárki ellen szabálysértési eljárást folytasson, hiszen nagyon sokan úgy gondolják, hogy a társadalmi együttélés szabályai szerint, aki ilyet cselekszik, az tulajdonképpen még a környezetért is tesz, és jutalmat is érdemel, tulajdonképpen azt, hogy ezt az összeget, amit ő néhány órás munkával elvégez, akkor azt utána megkaphassa. Hajléktalanokat is kérdeztünk a témával kapcsolatban. Van, akinek elég szép összegeket hoz a gyűjtés. Ki szokta elvenni az üvegeket a kukából? Igen, ki, és akkor itt szoktam leadni. És így napi szinten mennyit sikerül összegyűjteni? Hát, egy százast. Körülbelül. De vannak olyan haverjaim, akik ilyennel foglalkoznak csak. Azoknak sok, 2-3 ezer is összejön. A férfi elmondta, hogy figyel a tiszta környezet megóvására. Nem hagyom szemetet a környéken. Meg valamikor fel is veszem. Aggodalomra semmi ok, a hatóságok egészen addig nem avatkoznak bele, ki mit vesz ki a köztéri kukákból, amíg nem okoz másoknak és környezetüknek kárt. Rengetegen emlékeztek meg a közösségi médiában Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkára, Tolna vármegye 2-es számú választókerületének országgyűlési képviselőjére. A politikus október 17-én csütörtökön információink szerint szívinfarktusban életének 57. évében tragikus hirtelenséggel hunyt el. Potápi Árpád Jánosra megemlékeztek a Tolna vármegyei települések önkormányzatai, politikusok, barátok. A Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége gyertyagyújtással készült Bonyhádon, a nemzetpolitikai államtitkárság közösségi oldalának képét feketére változtattak. 2 kölyök vidrát mentettek meg a Gement ZRT munkatársai. A vidrákat még néhány napja találták meg egy farakodónál. A kölyköket dobozba tették és a helyszínen hagyták, remélve, hogy szüleik értük jönnek, azonban ez nem történt meg. Az erdészet munkatársai ekkor az egyre gyengülő állatokat táplálni kezdték. A kölyköket a Somogy vármegyei Lábodon található Petesmalmi vidraparkba szállították, ahol biztonságban lesznek. A Magyar Államvasutak ZRT-vel és a társszervekkel közösen tartotta meg október 17-én katasztrófa felszámolási együttműködési gyakorlatát a Tolna vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A gyakorlatot a bátaszéki MÁV pályaudvar által biztosított helyszínen bonyolították le. A gyakorlatban egy vasúti balesetet szimuláltak, melybe sérülteket alakító diákokat is bevontak. A gyakorlat célja az volt, hogy a szervezetek és szolgáltatók hatékonyabban hajtsák végre feladataikat, valamint együttműködésüket hatékonyabbá tegyék. A Bátaszék Sportegyesület karate szakosztálya országos és nemzetközi szinten is kimagasló teljesítményre képes. Nemrég megnyerték a 2024. évi vadó magyar bajnoki serleget, Hefner Zsófia pedig az olaszországi karate világbajnokságon a kadett mínusz 47 kg-os súlycsoportban bronzérmet szerzett. Nem először hódították el a bátaszékiek a vadó bajnoki serleget. Ez a magyar bajnokság igazi sikerélményverseny, így fogalmazott Nagy Ákos, a bátaszéki karate szakosztály vezetőedzője, aki összegezte eredményeiket. A verseny az Budafokon, a BMTS sportcsarnokban zajlott, mint minden évben. Körülbelül 500 nevezés érkezett be, 17 vadós csapat, ugye azért hívják ezt vadó magyar bajnokságnak, mert kimondottan a vadó stílus, vadorjú stílus versenyzői klubjai neveznek erre a versenyre. Jól sikerült, nagyon jól zártunk, mert 17 aranyérmet szereztünk, és ha jól emlékszem, akkor 9 ezüstöt és 9 bronzot, és egy 27-28 fő stábbal mentünk, tehát az azt jelenti, hogy tudomásom szerint, ha jól emlékszem, azóta már sok minden történt velünk, de minden versenyzőnek lógott érem a nyakába. Hefner Zsófia pedig a világbajnokságon bronzérmes lett. 56-an indultak a kategóriájában, így ez hatalmas eredmény. A szakosztálynál még nem sikerült teljesen feldolgozniuk az élményt. Nagy média figyelem övezi őt és edzőjét. Rengeteg üzenetet, gratulációt kapnak. Azt tudni kell, hogy a magyar válogatott 28 fővel utazott ki,
és a 28 főből ez az egyedüli érem született. Tehát ebből is látszik, hogy milyen komoly verseny zajlik az érmekért. Nagyon-nagyon pozitívak voltak a visszajelzések. Zsófi edzés közben mesélt nekünk, hogy milyen volt belülről megélni a bronzmeccset egy ilyen nagy nemzetközi tornán. Azt szerettem volna, hogy az első pont az enyém legyen, így a szensú is, hogyha véletlenül egy pontarányban ugyanannyi lesz a pont, és végül engem tudnak kihozni. Onnantól, miután az első pont megvolt, próbáltam csak előre menni, és a végén egy 8 pontos arányjal én tudtam nyerni. A karate szakosztálynak igen sűrű a programja. Még csak pár napja tértek vissza a világbajnokságról, már is hangolódnak a vadó EB-re, ami Cipruson lesz. 9 versenyzőjükkel indulnak útnak október 24-én. A Szekszárd Bözon Baráti Társaság 30. jubileumi ünnepségét tartotta. A Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központban nívós előadásokkal szórakoztatták a meghívott vendégeket a szervezők. Meghívást kaptak a kerek jubileumi ünnepség alkalmából a Szekszárd Bözön Baráti Társaság jelenlegi és korábbi tagjai. A bözöni barátok, illetve akiknek volt lehetősége 30 év alatt meglátogatni a francia testvértelepülést. Igaziból 32, mert 1992. októberében alakult a társaságunk, úgyhogy 6 hímzőasszony érkezett Bözonból, és megkért az akkori külkapcsolatok referense, hogy csináljak nekik programot, és kísérjem őket. És olyan jól sikerült a programunk, hogy az asszonyok azt mondták, náluk már működik a zsümelás, a baráti társaság, legyen itt is. És az asszonyok és a Kocsis Imre, mondta a polgármester úr segítségével, bejegyeztek bennünket 92. október 13-án. Több ezer ember fordult meg a két testvérváros között, akár üzemlátogatás keretein belül, vagy sportot, kultúrát, művészetet képviselőként. Ez a 30 év már most is szinte a duplája, ugyanis 1967 óta, közel 60 éve létezik a franciaországi Bözon és Szekszárd város közötti kapcsolat. Ez egy olyan történelmi fontosságú esemény, amely a II. Világháború óta az első olyan francia és magyar város között létrejött kapcsolatot jelenti, amely én azt gondolom egyedülálló Európa történelmében is. Azokban az évtizedekben szinte elképzelhetetlen volt, hogy akkor egy másik világrendszerű ország városa, ugye Franciaország, és egy másik blokkhoz tartozó ország, Magyarországnak egy városa, egy ilyen szoros kapcsolatot tud kiépíteni. Berlinger Attila hozzátette, hogy a több évtized alatt nem csak protokoll és üzleti, hanem szoros baráti kapcsolatok alakultak ki. Egy városnak nem is lehet más feladata, mint egy ilyen történelmi folyamatot megőrizni és a jövőnek továbbadni. Mi most ezen dolgozunk, ennek egy jeles eseménye itt a mai civil egyesületnek, a Szekszárd Bözön Baráti Társaságnak a 30 éves jubileuma alkalmában rendezett kis ünnepség, melyre nagy örömünkkel két francia vendégünk is van, olyan személyeket üdvözölhetünk itt, Marcel és Daniel Prigent személyébe, akik hosszú-hosszú évtizede igazi barátai Szekszárdnak. Berlinger Attila ünnepi köszöntőjében kiemelte, hogy ezek a lélekemelő események hozzájárulhatnak az egyre inkább mindenki által óhajtott békéhez, egymás kultúrájának és egymás lelki világának, szokásainak megismeréséhez és egy igazi barátság ápolásához. Gyermekvédelmi szakmai egyeztető értekezletet szervezett a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság és a Pécsi Tudományegyetem Szekszárdon. A rendezvény témája a gyermekek sérelmére elkövetett nemi életszabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények vármegyei helyzete, valamint a hatóságok eljárásai, illetve a jelzőrendszeri együttműködés fokozása volt. A jelenlévők céljukként tűzték ki, hogy a témában történő együttműködést vármegyei és járási szinteken is folytassák. Norvégiát 3-2-re, Fehér Oroszország nemzeti csapatát pedig 6-0-ra győzte le a magyar női futsal válogatott a Bosznia-Hercegovinai Szarajevóban zajló világbajnoki selejtező tornán.
A magyar válogatottat 4 Tolna Mözsi lány, Decki Vanda, Kis Gréta, Fog Zsuzsanna és Wiesner Dalma is képviseli. A magyar gárda szombaton a házigazda bosnyákokkal csap össze. A selejtező csoport első helyezettje jut a rájátszásba, ahol másik 5 mini torna győztese, valamint kiemeltként Portugália és Spanyolország alkotja majd a mezőnyt. Az elitkörben a 8 együttest 2-4-es csoportban sorsolják, ezeknek az első 2-2 helyezettje biztosítja majd a helyét a jövő évi Fülöp-szigeteki világbajnokságon. A szekszárdi Csapó Dániel mezőgazdasági iskola pályorientációs napot tartott. Az eseményen közel 110 diák vett részt. A mindenki számára Csapó néven ismert iskola pályorientációs napot tartott, melynek keretein belül megismerkedhettek a pályaválasztás előtt álló tanulók különféle szakmákkal Szekszárdon. Tolna vármegyében a méretéhez képest nagyon-nagyon sok a mezőgazdasági vállalkozás, ezért a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megalakulása óta prioritásként kezeli a szakember utánpótlást. Ez annál inkább is fontos, mert a mezőgazdasági vállalkozásaink tapasztalataink szerint közel 50%-a, vagy lehet, hogy már több is, mint 50%-a munkaerőhiánnyal küzd. A szakember utánpótlás nagyon fontos, egyaránt a mezőgazdaság élelmiszeripari szakmák terén. Amíg régen egy vidéki fiatalnak szinte evidens volt, hogy mezőgazdasági végzettséget szerez, ma már ez nem így van, de nekünk szerencsénk van, mert nagyon-nagyon jó a kapcsolat a szakképzőintézményeinkkel, hogy Tolna vármegyében 2 szakképzőintézmény van, ahol mezőgazdasági és élelmiszeripari végzettség szerezhető itt Szekszárdon, a Csapóban és Lengyelben, az Aponyiban. A szekszárdi Csapó Dániel mezőgazdasági iskola, mely 95 éve létezik, nagy hagyományokkal bír. Fülöp Mónika, az iskola igazgatója ismertette az intézmény által kínált szakmákat. Mezőgazdaság és erdészetben a mezőgazdasági technikust, szakképzőiskolai megfelelője ennek a gazda, az élelmiszeriparban a hentes és húskészítmény készítő, mint szakképzőiskolai szakma, és technikusként a húsipari technikus szakmát kínáljuk a most pályaválasztás előtt álló diákoknak. Azoknak is kínál lehetőséget az iskola, akik szeretnének a konyhában mozogni és hasonló szakmában dolgoznának a jövőben, illetve azoknak is, akiket érdekel a rendőrök világa. Az élelmiszeripar ágazatban az a sütő- és cukrászipari technikus, illetve a pékcukrász szakma. És a rendészet és közszolgálat ágazatban pedig a közszolgálati technikus szakmát kínáljuk. Az intézmény december 4-én és 14-én tartja nyílt napjait. Nézzük Baranya és Somogy vármegye híreit. Pedelek tesztelést indított a PTL Zöld Egyetem. A munkába járást könnyítheti meg az elektromos kerékpár. Több éves börtönbüntetésre számíthat az elkövető. Vádat emeltek egy kifosztott hajléktalan ügyében. Bizottsági tagság, nem választották meg a roma jelöltet. Újabb Pedelek tesztelési programot indított a PTL Zöld Egyetem programiroda. Ezek az elektromos kerékpárok az egyetem munkatársainak munkába járását könnyítik meg, melyeket szerdán ünnepélyes keretek között adtak át. Egyúttal elkezdődött a 15 darab pedelek tesztelése is. Idén a Zöld Egyetem program keretében nagy hangsúlyt kap a környezeti fenntarthatóság és azon belül a közlekedési fenntarthatóság is. Még az év elején elindult egy olyan program, amelynek keretében kerékpárokat biztosítottak az egyetem munkatársainak egy év időtartamra. Ennek célja az volt, hogy népszerűsítsék ezt a közlekedési formát. Egy nyereményjátékot is elindítottak, melynek során a legaktívabb kerékpározókat díjazták. Az újabb program kapcsán pedig pedelek kerékpárok kipróbálására van lehetőség, mondta Decsi István kancellár. Ez most egy összetettebb teszt, együttműködés, ugyanis kapnak, vagy lesznek olyan munkatársak, akik a munkába járáshoz kapnak kerékpárokat, és emellett hivatásszerű forgalomba is szeretnénk ezeket az elektromos kerékpárokat tesztelni. Ez azt jelenti, hogy a napközben kampuszok között is használni fogják a munkatársak, és szeretnénk azt látni, hogy abban a domborzati viszonyban, mert Pécs van, ez mennyit segít az ő feladataik ellátásához, a mobilitást az hogyan segíti, és bízunk benne, hogy azok az elképzelések, amiket itt megfogalmaztunk, azok valósak lesznek, népszerű lesz, könnyíteni fogja a mobilitást, és mindezt fenntartható környezetbarát módon, és akkor szeretnénk ebben a területen is előrelépni. A Pécsi Tudományegyetem a Magyar Közlekedés
Tudományi és Logisztikai Intézettől felkérést kapott a Pedelek tesztprogramban való részvételre. Ennek köszönhetően két munkatárs november végéig teszteli az elektromos kerékpárokat, amelyhez egy applikáció is tartozik. Ez az applikáció segít abba is, hogy a kerékpárokat be lehet osztani, tehát lehet foglalni, hogy minél inkább ki legyenek használva. Mindamellett, pedig ahogy mondtam, hivatásforgalomban is, vagy hivatásszerűen is a munkatársaink használhatják majd a feladataik ellátásához, egyik kampuszra átmenni a másikra. A teszt célja, hogy milyen távokon, milyen telephelyek között tudják költséghatékonyan, praktikusan kihasználni a kerékpárokat az egyetemi polgárok, munkatársak megosztott hivatásforgalmú használattal, illetve munkába járás során. Akár 7,5 év börtönbüntetést is kaphat az a férfi, aki kifosztotta ismerősét egy hajléktalan szállón. Az ügyészség most emelt vádat ellene. Az elkövetőnek nem ez az első esete a hatóságokkal. Hajléktalan emberek ezen a felvételen nem elég, hogy a fedél nélkül élő kiszolgáltatott helyzetben vannak, még a társaik között is akadhat olyan személy, aki megkárosíthatja őket. Ilyen ügyben emelt vádat a pécsi járási ügyészség. A vádirat szerint a 40 éves vádlott férfi Pécs területén hajléktalanként él. 2023. decemberében egy délután együtt tartózkodott egyik hajléktalan szálon, mások köztük a sértett nő társaságában. Együtt italoztak, közben a sértett nő az asztalra borulva elaludt. A vádlott kihasználva a sértett alvó, így védekezésre képtelen állapotát, elvette a sértett nő mobiltelefonját, 20 000 forint készpénzét, és levette a lábáról a cipőit is. Ezeket eltulajdonította. A kifosztással 75 000 forint kárt okozott. Tettének súlyos következményei lehetnek, főleg azért, mert nem először követel törvénybe ütköző cselekedetet. A pécsi járási ügyészség kifosztás büntettével vádolja a férfit. Ennek a bűncselekménynek a büntetési tétele 1 évtől 5 évig terjedő szabadságvesztés, de tekintettel arra, hogy a vádlott többszörös visszaeső, vele szemben a büntetési tétel felső határa a felével emelkedik, így az irányadó büntetési tétel keret 1 évtől 7,5 évig terjedő szabadságvesztés. Az ügyészség a vádlottal szemben fegyházbüntetés kiszabását indítványozza. Így akár évekre börtönbe kerülhet a vádlott. Erről majd a bíróság dönt. Az eltulajdonított személyes tárgyakat megtalálták, azokat sikerült visszaadni a tulajdonosának. Nem szeretne együtt dolgozni a cigány kisebbségi önkormányzattal Lengyel Róbert, Siófok polgármestere. Ezt a következtetést vonta le a roma szervezet. Ezt arra alapozzák, hogy a városvezető elutasította a Humán és Sportbizottságba való külsős tag delegálását tőlük. Siófokon is megalakult az új képviselőtestület a múlt héten. Az alakuló ülésen Nádas Norbert önkormányzati képviselő azzal a kéréssel fordult a polgármesterhez, hogy delegáljanak külsős bizottsági tagot a helyi cigány kisebbségi önkormányzatból. Na hát hajrá akkor, tessék! Tisztelt polgármester úr, jegyzőasszony, kedves képviselőtársaim, ugye a 9-én megtörténtek a választások, és ezzel egy időben az önkormányzat, kisebbségi önkormányzati választást tartott. Az én szavazókörzetemben, az egyes számú szavazókörzetben igen szignifikánsan jelen vannak a roma honfitársaink, és e tekintetben ők hoztak egy döntést. Ez a cigány kisebbségi önkormányzatnak a képviseletét jelenti. Én kérdezni szeretném, hogy van-e lehetőség ön szerint arra, hogy a következőben tárgyalt Humán és Sportbizottság tekintetében legalább kültagként ez a roma kisebbségi önkormányzat képviselhesse magát. Magam nevében tudom mondani, én nem fogom támogatni. Válaszát köszönöm. Köszönöm. Lengyel Róbert élből elutasította a javaslatot. Én annyit szerettem volna elérni, hogy cigány kisebbségi önkormányzat valamilyen szinten tudja magát képviselni a testületben, akár egy kültagként, mondjuk a Humán Bizottságban. Ezt szerettem volna elérni. Lengyel Róbert Nyári Pétert jelölte a Humán és Sportbizottságba külsős tagként. Ezt a testület egyhangúan meg is szavazta. A roma kisebbségi önkormányzat így nem kapott esélyt arra, hogy hivatalosan is képviselje a helyi romákat. 2002 óta egészen 2010-ig folyamatosan jelen voltunk a városnak a bizottságaiba. Volt olyan, hogy én voltam a vezetője a önkormányzatnak akkor is 2006-ban,
és nem én ültem a bizottságban, hanem delegáltunk az oktatási bizottságban egy pedagógust. És egy pedagógus látta el a feladatokat, akivel együtt tudtunk dolgozni, és az adott problémákat innen is, meg mi tőlünk is tudta tolmácsolni, és itt tudtunk összedolgozni, és hatékony, hathatós munkát tudtunk felmutatni ezekkel. Siófokon közel 2000 roma él, őket szerette volna képviselni a cigány kisebbségi önkormányzat egy delegáltal, tette hozzá Németh Zsolt. Ezek voltak Tolna vármegye hírei. Versenyképes járások program, Latorcai Csaba előadása. Visszaváltható flakonok, jár-e büntetés a kukázásért? Vadó bajnoki serleg és VB bronzérem, remekeltek a bátaszéki karatésok. Szexárd Bözön baráti társaság, több évtizedes barátság a két település között. Szombaton reggel Dunántúl felett még zártabb, magas szintű felhőzet borítja az eget, melyből itt-ott szitálás, szemerkélés is előfordulhat. Délután várhatóan kisüt a nap. Vasárnap országszerte nyugodt, frontmentes, őszi idő ígérkezik. A nappali időszak napsütésesnek, fátyolfelhősnek és októberi időszakhoz kellemesen enyhének várható. Hétfőre változatlan légköri helyzet körvonalazódik nyugaton is, legyengülő légmozgással. Továbbra is valószínűbb a napsütéses, illetve szűrt napsütéses, kellemes, őszi időjárás jelentősebb időjárási események nélkül. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!